a függöny a húzattól, és jó meleg van jelen. Amikor bejöttem, én magam is éreztem ezt a jó meleget, és arra gondoltam, hogy biztos a kangaróból jön, de aztán rájöttem, hogy a gyermekek tekintetéből és az óvónak szeretetéből, ami úgy gondolom, hogy számunkra a legnagyobb ajándék. Az energetikai korszerű kifűtésnek nagyon sok fontos üzenete van. GÁZ kísér ma ezzel a komplex projekttel 140 millió forinttal gyarapodott polgármester úrnak üzenetét. Ezért is jó egy településen és egy település vezetőnek, hogyha nincs ellenzékben, és minden lehetőséget ki tud használni. Amikor bejöttem az ajtón, és a gyerekek azt mondták itt többen, hogy megjött Pócs János, az számomra a legnagyobb ajándéka volt ennek a napnak. Az, hogy megismernek, szeretettel fogadnak, az a legnagyobb ajándék. Én egy olyan országban szeretnék élni, ahol egy televízió ezt leadja naponta kétszer, és utána a kormányon lévő párt megkérdezi a televízió tulajdonosát, hogy mennyi pénzt adjon neki, bármennyi nullát leírhat, hogy ezt ne adják le többet, mert még egyszer leadják, és nem lesz olyan választás, ami ne vesztenének. Ez maga a Menzel, ez maga a Krabál, ez maga a Bacsó Péter tanulja csak óvodásokkal. Ebben benne van minden. Hát legutoljára egy kopasz ember a második világháború után jelent meg híradásokban, úgy piros nyakkendővel a nyakán. Aki a nézők között nem tudná, kiről beszélek, Rákosi Mátyás, és hát valóban, na most komolyan mondom egyébként, a párhuzam szerintem abszolút, hát ő se tudott jól beszélni magyarul, meg ez a itteni riportban is, aki megszólalt, vagy nem tudott, ez se tudja a magyar nyelvet igazán pontosan helyére rakni, hogy alanyállítmány tárgyjelző. Szóval ezek ismeretlen fogalmak, de hát ő a valaki, és ezt a valakit most nagyon idézőjelbe tettem. Az egy másik kérdés, és most azon gondolkodtam, hogy tudta ez az ember, hogy hova megy be. Pont. Van egy vicc a Brezsnyevről, nem mesélem el, hosszú, nagyon jó, de nem mesélem el, hogy egy ilyen emberhez oda lehet-e menni megrázni, hogy Pócs elvtárs, ne haragudjon, tudja, hogy hol van. Hát ez az. Jász Boldog Asszony falván vagyok, az óvodában mondaná erre Pócs elvtárs. És akkor nem tudom, hogy ebben nem volt tökéletes a hang, van egy fülhallgató is. Tehát, hogy az óvónők próbálják ezeket a szerencsétlen gyerekeket, már pedig ott szerencsétlen a gyerek nem lehet, tehát ő van otthon. És az, hogy Pócs János megjön, és azt mondják a gyerekek, hogy Pócs János, és akkor... és örülnek. Volt egy honvédelmi miniszter annak idején, akinek a fényképe kint volt a kaszárnyáknak. De nem a madár nevűről beszélünk. A Szabó nevezetű hogy... volt az, és akkor... Szabó. Volt egy Szabó ja, nevezetű. De én most a cinegertem. Nem. És azért volt, hogyha véletlen látogatna, akkor feltétlenül ismerjék meg, és örüljenek. Igen. Tehát ez már a mi időnkben volt? Kati, valami gyógyszert előbb-utóbb felírunk. A múltra viszonylag jól emlékszel a jelent. Mindegy, ez itt kavar. Ez borzasztó, kedves Fekete. Ebben az a furcsa, hogy mi jól erőgünk rajta, meg egy Pócs János is egy ilyen nagyon vicces figura, tehát hogy amikor az ember személyesen találkozik vele, akkor is egy ilyen kis arany is, manga figura, de közben meg ez az ember ott, és az hasonszűrűek, mint ő, akiket mi itt, hát hogy úgy mondjam, néha így eléggé lesajnáltam, mert ugye hát nem túl éles kések ezek az emberek. Pontosan. Tehát azok a szülők, akiknek ezt végig kell nézniük, hogy a gyereküket statisztának használja egy mindenféle rangon aluli országgyűlési képviselő, és nem merik fölemelni a szavukat, az azért van, mert ő ott a kiskirály. Ezeken a helyeken ő a kiskirály. Ezek a már elnézést debilek, élet-halál urai vidéken. Nem mondjuk debilnek. De ez, amit itt láttunk, ez a debilitás. Tehát ki se tudta mondani, 140 millió forintról beszél óvodásoknak energiát, energetikai korszerűt, ki se tudja mondani. Tehát mi a fenét csinál ez ott ez az ember? Persze tök jól lerőgünk rajta, de ezen az emberen múlik a családoknak a megélhetése, hogy kiből lesz közmunkás, hát, ki fog... És egyébként így van, persze, csak azt akartam mondani, hogy... Ahol én lakom, az országgyűlési képviselőt nem is ismerem, tehát nem rajta múlik. Nem vesztettél semmit.
Én ezt értem. Neked nincs test közelbe, ha az ember kis település, és valakik ott közelbe van. A képviselő, meg a megyei pártelnök áll a helyi pókhálónak a közepén, és vannak a csápjai, a családja, a rokonok, a nem tudom micsoda, amelyik megkapják az uniós pénzt, az állami pénzt, amelyik gyakorlatilag kézen annyit fogja a megyét. Már a száját szélét, tönkre megy, mondjad. A rossz napjaim vannak, én mindig megnézem ezt a videót, tehát lenevetessek sehonnan. Ugye van egy ilyen, az Ötös Károly Intézetnek van egy kezdeményezése, hogy a politikusok ne léphessenek bele iskolákban és általában közoktatási intézményekben. Teljesen értem ezt a gondolatot, támogatom, és akkor mikor ezt meglátom, akkor azt mondom, de. Szóval ez még kell, még több ilyen kell. Ilyen. Vártam a Smart City kifejezés, hogy mikor jön be oda a kis iskolások között, és azért az a duma, azért az nem, meg kell adni. Tehát, hogy amikor a kisgyermekek szeméből áradó szeretet az, ami fűt igazából ezt a termet, nem is az energetikai fejlesztés, ezt meg kell adni. És ugye az a mondat, hogy amikor ide bejöttem, és a kisgyerekek mondták, hogy megjött Pócs János, hogy itt van előttem az a fiatal, akik így vadul eldobják a okostelefont, itt a Pócs. Óvodásoknál nem biztos, hogy van mobiltelefon. De iskolában ugye a második az. De azért azt szeretném mondani, hogy figyeljetek ide, szerencsétlen Pócs János, hova az ördögbe menjen, oké, ne menjen óvodába. Van neki óvodája, iskolája, a kocsmában már volt 40-szer, lehet, hogy van egy művelődés, ez ott is volt már 20-szor. Hát persze, hogy oda jár és ott mondja előrök ki, és azért tudják, hogy kicsoda a Pócs János. És ugye ott van a Hír TV, mert mondjuk, hogy mondjuk a rangos kiküld engem. És akkor én azt mondom a rangosnak, mint egy normális média munkás, hogy figyelj, Kati, ezt én nem csinálom. De meg kell csinálni, és meg kell kérdezni a képviselőt, hogy képzeli ezt. Az, látod, ezzel kell visszamenni. Ebben igazad van, ebben tökéletesen igazad van. Meg megkérdezni a szülőket, hogy miért bambán tűrik. Igen, de hogy abban az esetben, ha megkérdezed a képviselőt, és mondjuk a Hír TV-től mész, akkor tudod, hogy ez volt az utolsó anyagod. Azok egyrészt igen, de másrészt már nem vagyok ott. Már még annyit hagyd mondjak el azért a Hír TV-vel kapcsolatban, azok a kollégák, akik ott maradtak, a visszarendeződés után, ők azért rendesen bekérdeztek államtitkároknak, minisztereknek, aztán általán a szőnyeg szélére állították, most már egyébként a nagy részük nem dolgozik. De most én arról beszélek, hogy ezt a filmet hogyan lehetett volna megmenteni. Azt szeretném mondani egyébként, hogy elolvastam a Hasszán Zoltánnak a beszámolóját erről, mert nekem ez kevés volt, nem tudtam értelmezni, biztos nem hallok már elég jól. Igen. De ezért utána olvastam, és ez csak neked ajándékban. Még egyszer? Ajándékban ezt a mondatot. És akkor, amikor elolvastam a Hasszán cikket, kiderült, hogy nem kellett ezért nagyon tepelni, mert ezt maga tette föl a honlapjára. Tehát Pócs János követei onnan értesültek. Pócsölcsönse kell kérnie. Nem, abszolút. Tehát látszott rajta, hogy nem egy tévés felvétel volt, hanem egy álló mobiltelefonnal készítették. Hát emberek, volt meg annyi téma, lehet dönteni. És ha nagyon sok levelet írnak, hogy nem bírják a műsorvezetésemet, akkor még engem is le lehet cserélni. Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok. Viszontlátásra.